Az országgyűlés tavaly december 12-i ülésén egyhangulag megszavazta a Kulturális Bizottság ötpárti kezdeményezését. Ennek értelmében hivatalos napja lett a magyar sportnak, a magyar diáksportnak, a magyar siketsportnak és a magyar parasportnak. Közülük a magyar parasport napjának a február 22-i dátumot választották. A dátum szimbolikus, 1970-ben ezen a napon alakult meg a mozgásgátoltak Halassi Olivia sportklubja a mozgásjavító intézmény falai között. Balcó András, aki itt nőtt föl Nyíregyházán, olimpiai bajnok, világbajnok volt, valahogy ő úgy fogalmazta meg, hogy a sport eszköz arra, hogy megmutassa a látható világnak, hogy mi az, ami mögötte van, ami nem látható világ. Tehát ami szemmel nem látható, én így értelmezem, ahogy ő mondta, ami szívvel értelmezhető. Tehát az a szeretet, ami bennünk van embertársaink iránt. És ez a Magyar Parasport Napja, amikor egy egész napos rendezvénysorozattal a közvélemény is megismerheti őket, hogy milyen sportágak vannak, hogyan élnek ők, hogyan teljesítenek, milyen eredményeket érnek el, ez számunkra nagyon fontos. A Magyar Parasport Napja alkalmából Budapesten nemzetközi konferenciát szerveztek, illetve minden megyeszékhely egy-egy iskolájában lélekmozgató szlogennel sporteseményeket rendeztek. Nyíregyházán az Ai Anna szakgimnázium adott otthont a rendezvénynek, melynek az volt a célja, hogy a diákok a sporton keresztül közelebb kerüljenek a fogyatékossággal élőkhöz. Pontosan ez a legfontosabb küldetése, hogy amellett, hogy a sportra, a parasportra egy picit rávilágítjuk a figyelmet, amellett azért pontosan azt erősítjük, hogy bizony kapcsot kell kialakítani az egészséges sportolók és a parasportolók között, hiszen ez az életnek a rendje, hogy ők egymással, egymás mellett élnek, és a sport ezt csak megerősíti ezt a történetet. És mondom, hogy maga a parasport napja ezért szimbolikus jelentőségű, mert reméljük, hogy ebből a kapocsból, amit a sport kapcsán létrejön gyerek és gyerek között, vagy sportoló és sportoló között, az akár barátsággá is fejlődhet, és azt hiszem, hogy az életnek azért ez a legfontosabb összetartó ereje. Medibal, ülőröplabda, erőemelés, vakfutás. Többek között ezeket a parasportágakat is kipróbálhatták a fiatalok testnevelési órák keretében. A diákok a megyei parasport kiválóságaival is találkozhattak, akik országos és nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket értek el. Így ellátogatott a Zai Anna szakgimnáziumba Tóth István, a fekvenyomó GPC világkupa többszörös abszolút első helyezettje, Kertész Róbert, a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda csapatának OB győztes tagja, valamint Tarjányi István kerekesszékes fívó, aki Európa-bajnoki és világkupa harmadik helyel is büszkélkedhet. Lássák az, hogy azért egy kerekesszékbe ülve nagyon nehéz olyan sportágakat, sportágakban versenyezni, ahol hát szívvel, lélekkel, és csak úgy lehet, hogy sikereket elérni, hogy igenis, tehát a sérülésükből adódó hátrányukat előbb le kell nekik győzni. És ugye ott vannak az ellenfelek, őket szintén. Tehát nekik kétszer annyit kell teljesíteni, mint a normál versenyzőknek, olimpikonoknak. A diákok a lélekmozgató program keretein belül megnézték a Lehetetlen határán című dokumentumfilmet is. Az alkotás 5 sikeres magyar parasportoló élettörténetén keresztül mutatja be a magyar parasport fejlődését és a versenyzők sikereit.